Az égbolt csalástól hangos, a rabulejtett szín, táncol a dallamra. Sziasztok, ez itt a heti anime Bleach-es verziója, immáron a Thousand Year Blood War Part 2 negyedik epizódjával, vagyis a Separation történettel. Óriási eseményeket láthattunk, hiszen megtörtént a történet folyamán végre Komamurának a csúcsra érése. Elárulták, hogy honnan származik, ezáltal a karakternek a misztikuma nagyon megnőtt. Megosztottságot is érezhetünk a szereplő háttere miatt, hiszen ez a fajta megoldás nem mindenkinek jöhet be. Viszont az egyesség, illetve a dráma elképesztőre sikerült, ráadásul, ahogy megjelent a bankája, a látvány nagyon felemelkedett. Bambiettának az ereje külön értéknek számít, ráadásul kiderült, hogy a pankrátoros Quincy-től tényleg nagyon lehet tartani. A végén Ichigo ismételten beköszönt a külön szálával, de most már biztosak lehetünk abban, hogy tényleg az útja hová fog tartani valamilyen titkos személyhez. Az első jelenetben a Sternritterek felszabadítása folytatódott, és ahogy felcsendült a harangszó és megjelentek a meseszép effektek, a megvalósítás szédítő volt. Opinál is látható lett, hogy amikor megjelenik a Wolstern Dick forma, akkor a szárnyak alapból jelen vannak. És amint Bambietta barátnői reagáltak az átváltozásra, szóba is hozták, mint az erejük erősebb fokát. Vagyis amikor egy Quincy szert tesz a szárnyaira, akkor számíthat a legerősebbnek. És Bambietta barátnőiről úgy tűnt, mintha nemet mondhattak volna a harangszónak, amitől át kellett volna változniuk. Pedig a színes oszlopok szerint többfajta átváltozással is találkoznunk kellett volna, ami azt jelenti, hogy Bambiettának a barátnői még okozhatnak fordulatot. Bambietta képességére is kitértek, és az Explode nevet hallhattuk, ami a robbanással kapcsolatos, és ez nagyon illik ahhoz, amit közvetített. Olyan erővel állunk szemben, ami szó szerint akármit fel tud robbantani, amihez csak hozzá tud érni, mivel elvileg Bambietta energiája tud reagálni a környezetre. Ez azt jelenti, hogy bármit bombává tud változtatni, mert olyan, mintha átalakítaná a tárgyakat, az elemeket, az élőket, és még a levegőt is. Nem is lehetne elmenekülni előle, hiszen a robbanást nem lehet megfogni, és csak akkor lehetne inkább elmenekülni a támadás elől, ha valahogy ki tudnánk azt számítani, hogy mennyi idő telik el, mielőtt megtörténik a robbanás. Ám itt jön képbe a csavar, hogy Bambietta olyan megjelenéssel van felruházva, hogy alig ha legyen valaki nála gyorsabb. A formája lenyűgözőre sikerült, hiszen egy merő effektnek számít az egész megjelenése, ráadásul rétegzett megvalósítást láthatunk az erejénél. Remekül alakították ki az angyalszerű erőt rajta, mintha páncélt viselne, de azt is érezhetjük, hogy a képessége a külalakját is megszabja. A szárnyai képesek átadni számunkra a mennyei istenséget, aminek köszönhetően fokozódik a hatás, ráadásul a vöröses-narancsos effekt különböző látványelemeket is tartalmaz. Lövedékekben is használhatja az erejét, amik egyenként is felértek egy ütős támadással, ám ahogy sorozatban jöttek és felrobbantak, ettől kirobbant a képernyő. Olyan, mintha pokoli tűzgolyók lennének, amikben közben valamilyen sejt is van, vagy inkább parazsak, aminek köszönhetően a támadás még inkább forróbbnak tűnik. Amikor megérkezik a robbanás, a csillám porfelhő juthat az eszünkbe, vagy mintha egy varázslat szabadulna el. Az animés mozi jelenlét ezáltal rendkívül megvan ennek a támadásnak köszönhetően, mivel látszik, hogy erre fektettek a legtöbbet ebben a szálban. Nem csak kis helyen láthatjuk, hanem nagy területen is robbant, mi alatt a terület is megsemmisült részletes törmelékekkel. Kilógónak hathat, hogy Shinji nem bírt el a támadással, de az a helyzet, hogy nagyon hirtelen érte a csapás a hősünket, ráadásul az ő képessége nem a nyílt harcra való, hanem inkább arra, hogy csapdába tudja ejteni az ellenséget. De ha előre tudta volna, hogy nem lehet kivédeni, lehet, hogy másképpen alakul a helyzet. A történet még összehasonlítást is adott, hiszen Hinamorinak is valamilyen robbanásféle a képessége, csak az övé sokkal kisebb változatban jelenik meg, ezzel pedig a szár rendkívül kiemelte Bambiettának a felsőbbrendűségét. Ha Komamura nem menti meg Hinamorit, biztos, hogy annyi lett volna neki, közben pedig arra is felhívták a figyelmünket, hogy az Explode annyira erős, hogy még Komamura páncélját is megsemmisítette. Itt egy újabb durranással találkozhattunk, hiszen azt gondolhattuk, hogy a hősünk azért öltözött ismételten át páncélba, mert megint el szeretné fedni a kutyás kinézetét, amit sokáig meg is tett. Ám kiderült, hogy ekkora már végbe ment nála a csattanó, amivel a csatába érkezett, és amivel teljesen megváltozott.
Ezáltal a páncél csak azért kellett, hogy fokozzák számunkra a hatást, valamint a döbbenetet, és a jelenet el is tudta érni a célját, hiszen amikor megláthattuk a hősünket, annyira megváltozott, hogy elnémulhatunk ettől. Emberi külső és a fantasy jelenlét fogadott minket, amitől úgy érezhetjük, mintha elmentünk volna egy másik történetbe. Azonban, ahogy végighallgatjuk az erről szóló magyarázatot, úgy fogadhatjuk el egyre jobban Komamurának a hátterét. Az tiszta volt, hogy ő egy klánba tartozik, és úgy került a halálistenekhez, hogy elhagyta a saját otthonát. Abban a hitben voltunk, hogy mindenki kutyának számít a klánban, de nem olyan módon, hogy mondjuk el vannak varázsolva, hanem inkább úgy, hogy a kutyás kinézet egyet jelent az erejükkel. A hangsúly a kutyán volt, ám az új infok tudatában már a vérfarkasokra kell gondolnunk, mert Komamuráik ebbe a fajba tartoznak. Itt jön képbe az óriási megosztottság, hiszen lehetnek olyanok a rajongók közül, akik szerint ezzel Komamurának a karaktere teljesen tönkrement, ráadásul mindezt fokozzák azzal, amikor megtudjuk azt is, hogy a klánja hogyan került át akkor a lelkek világába. A helyzet az, hogy Komamuráik vérfarkasok voltak az emberek világában, majd a haláluk után az állatok birodalmába kerültek, ami egy új helyszín lett. Ezek szerint más élőlények is lehetnek azon a helyszínen, olyan módon, hogy mindannyian kötődnek valamilyen módon a földi világhoz, azáltal, hogy az előző életükben misztikus lénynek számítottak a földön. Így egy Minotaurus is újjászülethetett akkor az állatok birodalmában, ezzel pedig jócskán kitágították a Bleach világát. Kérdés, hogy Komamuráik miért nem maradhattak az állatok birodalmában, vajon tényleg csak azért, mert az emberi életükben nagy bűnöket követtek el, vagy más is közre játszott? Az erejük kialakulása is érdekesnek számít, mert vagy olyanok, mint a Kvinsik és a Fullbringek, hogy a lidércek miatt alakult ki a hatalmuk. Vagy attól váltak vérfarkassá, hogy szerződést kötöttek valamilyen módon a farkasokkal, és ezáltal az erejük a természetből fakadna. Bármelyik is a valóság, az erősnek tűnik, hogy ahogy most Komamurát láthatjuk az emberi, farkasos külsejével, ez volt az eredeti kinézete, amikor még vérfarkasként élt a földön. Majd amikor újjászületett Soul Society-ban, megkapta ezt a kutyás külsőt, és ezáltal olyan egyénné változott, aki emberi adottságokkal rendelkezik, és egyúttal Shinigami. Egy szerződés miatt tudott visszatérni az emberi formájába, vagyis ezért találkozott az OGG-vel. És olyan kegyetlen rituáléval találkozhattunk, hogy a nézőknek sokkoló lehetett az, ahogy valaki kiteszi a szívét egy tányérra. Komamura ugyanis csak úgy változhatott át, hogy felajánlotta a szívét, ami az életét és az eltökéltségét szimbolizálta. Kell ehhez átszellemülés is, hogy jobban át tudjuk érezni, hogy mit láthattunk, azonban minden egybevág, mivel mindent jól összekötöttek. Komamura mindig haragosan mutatkozott, amikor harcolt, és ő éreztette a legjobban a bosszúságot, ha az árulás került szóba. Így kapóra jött, hogy a klánjuk a bosszúból képes erőt meríteni, hiszen Komamura akkor is nagyon bosszús volt, amikor Kaname elárulta, és a hősünk akkor is a megtorlással fenyegetett. Valamint az is hatásos, hogy a formáért áldozatra van szükség, hiszen ezzel olyan, mintha Komamura a saját vágya miatt járná meg. Ő sem szerette a kutyás külsejét, hiszen be akart illeszkedni a Shinigamikhoz, hogy ő is embernek tűnjön. Csúfnak értékelte a külsejét, és a végzet megadta neki, hogy emberi kinézete legyen, csak ezzel az életéről is le kellett mondania. Ez elég nagy csattanónak számít a sorsát illetően, de arra kíváncsiak lehettünk volna, hogy az óriás kutya hogyan tudott ilyen rituálét végrehajtani. Csak vele működött a szertartás, hogy Komamura odaadja a szívét, mert ha csak úgy kivette volna, és nincs varázslat, akkor simán meghalt volna. Vagy az öreg kutya nélkül is működött volna a szerződés azáltal, hogy Komamura kitépi a szívét. Ha nem így van, akkor az OGG egy misztikus hatalmú lénynek számít, és olyan módon ítélkezhet a klánja felett, mint Yuhabaha a Kvinsik felett. Amikor a szívet kitették abba a tányírba, a brutalitás elképesztő magasságokba ért, hiszen ezt azzal se tudták visszafogni, hogy egyébként a vérnek a színe inkább medlére hasonlított. Részletes volt a szív kialakítása, és élethű volt a dobogása is, amikor pedig Komamura elkezdte a harcot, arra is kitértünk, hogy a rituálét humanizálásnak nevezik. A vérfarkasok ilyen módon tudják visszanyerni az emberszerű külsejüket, de az a helyzet, hogy Komamura ettől nem vált erősebbé, hanem pont olyanná vált, aki Bambiettának a gyengéje lehet. A támadás után ugyanis kiderült, hogy Komamura már halottnak számít, és amíg fent tudja tartani a formáját, addig halhatatlanná vált. A mellkasán lévő lyuk borzalmas kegyetlenséggel jár, de amint megjelent a Bankaja, elképesztővé változott a látvány.
Az erősödés a bánkájával történt meg igazán, mert rávezettek minket arra, hogy ami hat Komamurára, az hatással van a bánkájára is. Ez azt jelenti, hogy a Kokujō Tengen-myō, vagyis a Szent Bosszú királya is halhatatlanná vált, és bármilyen támadást is küldtek rájuk, az nem ért semmit. Viszont elmondták azt is, hogy Komamura bánkája alapból élőhalott volt, hiszen csak a páncélja miatt tudott élni, és azt imitálta, mintha a lény egy szellemharcos lenne. Így hatásos volt, hogy amint a lény ledobta a páncélját, egy zombi lényt kaptunk, akiről kiderült, hogy nincsen bírás, ezáltal Bambietta nem bírt el vele. Az előzetesek alapján arra vágytunk, hogy az óriás nagy terepet fog bejárni, és PC nézetek lesznek. Sajnos inkább más irányba mentünk át, de az a helyzet, hogy az animés mozi jelenlét így is nagyon megvolt, ráadásul egyedi élménnyel is találkozhattunk. Az óriás úgy támadta Bambiettát, mint amikor egy boss harcot játszunk le egy videójátékban, és átjött, hogy milyen súlya van a csapásoknak. A lénynek a jelenléte, illetve a mozgása nagyon jóra sikerült, ráadásul akkor is nagy volt a látvány, amikor a hősnőnk elkezdett menekülni előle, hiszen a rajzolás ilyenkor nagyon figyelt a testére is. Az utolsó csapás kivéthetetlen volt, elvégre ez azzal ért fel, mint amikor elkapnak egy legyet, és úgy tűnt, mintha a hősnőnk a saját erejét szenvedte volna el. Így is átadták a ramat állapotát, hiszen égési sebek is lettek rajta, de az az igazság, hogy sokkal rosszabb állapotban kellett volna őt látnunk. A visszafogás itt még jobban jelen van, mint a múltkor, a legyőzöttségét ellenben hatásosan közvetítették, főleg akkor, amikor megjelentek a barátnői. Bambietta nagyon megijedt, ezzel pedig lehetséges, hogy a seregben úgy van, hogy aki veszít, azzal büntetésből történni fog valami, ezáltal várhatjuk, hogy mi lesz az. Másokat is elővettek ilyen módon, mert Cangduért és BG9-ért is eljöttek az árnyékok. Amivel ismételten hallhattuk a jellegzetes hangot, és elképesztő duranásnak számít, valamint árulásnak is, hogy Ishida már is küldetéseket teljesít a király számára, hiszen ez nagyon rossznak számít. Szegény Komamura el akart menni Yuha Bahá-ig, és élethűen rajzolták meg a hősünk és az óriás a mozgását. Végül azonban utolérte a szerződésnek a következménye, és elképesztő nyomást gyakorolhatott ránk az, ahogy az óriás kutya hát lenyalta azt a szívet, és hát ezzel Komamura elveszítette az összes emberségét. A visszaváltozása jó nagy adag horror elemmel is járt, és mivel olyan lett, mint az OGG, ez arra utalhat, hogy az öreg is megcsinálhatta a humanizálást korábban. Neki is megehették a szívét így korábban, aminek köszönhetően óriási legendát tudtak adni a klánjuknak, és ijesztő is volt az, hogy az öreg egyáltalán nem kegyelmezett. Komamura elvívése azt jelenti, hogy még életben van, és kutyaként kell leélnie az életét, vagy elveszítettük a hősünket, és úgy halt meg, ahonnan eredt a származása. Az újabb főnökök harca majdnem meg tudott valósulni, hiszen Hasvalt pont át tudta törni az akadályt, azonban Nanao ügyesen csinált még egyet. Igaz, hogy az ellenségnek időre volt szüksége az áttöréshez, de amikor komolyabban használta az erejét, nem csak az effektek okoztak döbbenetet, hanem az is, hogy milyen erő van igazából a birtokában. Jó lesz megtudni, hogy Hasvalt milyen erősnek számíthat igazából, de az is nagy hatást tudott gyakorolni a számunkra, amikor rávezettek bennünket arra, hogy a Pankrátor Kvincs is lehet kis pályás. Úgy fest, hogy a kis alag James, aki mellette van, nem csak a társa lehet, hanem a része is, mint amikor Stark és Lilinetto külön váltak. Mert amikor a kis alak felrázta a Pankrátort, a hősünk sokkal erősebbé tudott válni, és úgy elintézte utána a sűhelyéket, mintha a sinigamik egy hegybe ütköztek volna. A testi ereje még nagyobbá vált, míg a képessége olyan, mintha egy játék is lenne, és csak akkor lehet ellene mit kezdeni, ha az ellenfelek is játszanak. Amikor Kensei megállította, kiderült, hogy azért lehetséges harcolni ellene, és ezáltal az izmok csatájára készülhetünk, és nagyon érdekesnek számít, hogy ebben Rojuro is részt fog venni, hiszen ő pont ennek az ellenkezője. A végén egy újabb szakaszát láthattuk Ichigo sétájának, de most többet mondtak, mivel képbe került a lélek király erejének az elviselése. A látomások az ő emlékeit jelentik, és az lesz a próba, hogy Ichigo képes lesz-e elviselni a lélek királynak az emlékeit, és ahogy kitört az ereje, láthattuk, hogy még a lénye is kezdett összeesni. A színek kavalkádja és a csillogás káprázatos hatását láthattuk, és ahogy a hősünk fel akart robbanni, kiváló váltás lett a színtelen képernyő. A fordulat az lett, hogy Ichigo annál a hősnőnél kötött ki, aki szintén a nulladik osztaghoz tartozik, és ezáltal lehetséges, hogy az ő próbáját kell teljesíteni ahhoz, hogy a hősünk el tudjon jutni a lélek királyhoz. Ha nektek is megvan a véleményetek Bambietta erejéről, azt osszátok meg kommentben a videó alá.
Illetve arra is feleljetek, nektek jó-e, hogy a vérfarkassal lett Komamurának a háttere. Ez volt a heti anime Bridges változata erre a hétre, vagyis a Thousand Year Blood War Part 2 Separation története. Találkozunk a legközelebbi alkalomkor. Addig is hellóztok! Ha tetszett a videó, lájkolj, kommentelj és iratkozz fel. És keresd a csatornát a további tartalmakért.